Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 31-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Csukovics Enikő történésszel, majd egy filmsiker, egy kis élményfestés, néptánc és színházi bemutatót kínálunk. Következzék tehát Csukovics Enikő. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, a Paletta magazinban először egy nagyon fontos történelmi eseményekről szóló előadássorozatról szeretnénk beszámolni, hiszen az Arándoklatok és Székesfehérvár címmel előadássorozat indult a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban. Az első előadásról már beszámoltunk, hiszen Fedeles Tamás Jeruzsálemtől az El Caminoig szóló Szentek, kegyhelyek, zarándoklatok a középkorban című előadása nagy sikert aratott. Méltósága volt, felelősséggel tette, amit tett az előadó. Most pedig folytatódik ez az előadás sorozat. A Híradóban már beszámoltunk róla. Csukovics Enikő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, történész volt a vendég, középkori magyar zarándokok nyomában című előadással. És hát itt van velünk az előadó. Tisztelettel köszöntöm. Én is köszöntöm a nézőket is. Ez egy rendkívül fontos, gondolom, az Egyházmegyei Látogatóközpont és a Székesfehérvári Egyházmegye számára is, hiszen az a 8 zarándokút, amelyet felölel tulajdonképpen ez az előadássorozat, lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit megismerjük a múltat. Nem a múltban révedezni szeretnénk, sokkal inkább azoknak a jelentőséggel teljes zarándokútnak a múltját megismerni, aminek ön és az egyik szakértője, hiszen ne feledjük, nemrégiben, illetve hát megjelent egy remek könyve, ami ezzel a témakörrel foglalkozik. Nos, hát kezdjük az elején, hiszen ön a Magyar Királyság területéről külföldi kegyhelyekre induló zarándokokkal foglalkozott a könyvben. Honnét indul az alap? Kezdjük az alappal. Az alap az nagyon triviális. A zarándokokra akkoriban, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, nehéz volt foglalkozni, és amikor véletlenül belebotlottam egy adatba, akkor azt én betettem a fiókomba. És így gyűjtöttem éveken keresztül. Tulajdonképpen kollégák azt mondták, hogy ez egy olyan téma, amire nem lehet adatokat szisztematikusan gyűjteni. És amikor összegyűlt egy jelentős mennyiség, akkor kiderült, hogy lehet, és meg lehet írni a középkori magyar zarándokok történetét, az egészet. Hogy miért a magyarral foglalkoztam? Azért, mert ezt én eredetileg doktori disszertációnak szántam, és nem az volt a célom, hogy olyan munkát adjak ki a kezemből, ami elsősorban mások könyveiből építkezett, hanem ezt teljesen az alapokról építettem. Tehát ez több mint 20 esztendős munka, több mint 2 évtized. Hát nem tartott annyi ideig, de újra és újra azóta előjön az életembe. Érdekli az embereket, szeretnének újra hallani róla, olvasni róla. Én azóta már sok minden mással is foglalkoztam, de az zarándokok valahogy előjönnek. Miért jönnek elő? Azért jönnek elő, mert hogy ez egy olyan lehetőség, hogy egyetlen nézőpontból, egyetlen szemszögből a társadalom valamennyi rétegét látjuk egyszerre. A középkorban egy király, a lovagjai vagy a legegyszerűbb emberek nem nagyon találkoztak. Viszont a kegyhelyen akár egymás mellé is kerülhettek, tehát egyszerre vetült fény a társadalom valamennyi tagjára, úgyhogy azért érdekes ez a téma, mert így egyetlen nézőpontból, egyetlen aspektusból tulajdonképpen a teljes társadalmi spektrumot vizsgálhatjuk. Igen, hát tulajdonképpen megismerhetjük a történelmi hátteret, megismerhetjük a művelődés történetet, a kulturális értékeket és magukat, az embereket is. Hogy kit, hogyan és milyen körülmények között motivált, hogy útnak induljon. Ez fontos adalék az ön történetéhez? Abszolút fontos adalék, mert a legkülönbözőbb indítékból indultak el ezek az emberek. Volt, aki mondjuk Nagy Lajos édesanyja, Erzsébet királyné, akinek messzire látó politikai céljai voltak, és az ő zarándoklata az egy nagy tömeget megmozgató, több száz fős kísérettel végrehajtott zarándoklat, aminek volt egy politikai aspektusa, és
kijelölt politikai céljai voltak, amellett, hogy ő kifejezetten komolyan gondolta ennek a vallásos aspektusát is. Tehát ő egy nagyon vallásos asszony volt, aki egyházakat alapított, apácákat támogatott, élete végén beköltözött egy kolostorba, de mégiscsak politikai céljai voltak. És voltak olyan emberek, akik például gyilkosságot követtek el, és a gyilkosság levezeklésére szolgált esetükbe az zarándoklat. Vagy volt olyan, hogy valaki halála előtt azt kívánta, hogy az ő lelki üdvéért még valaki menjen el valamelyik kegyhelyre, ő erre hagyott pénzt. Tehát a legkülönbözőbb aspektusai lehettek ennek az zarándoklatnak, és a legkülönbözőbb motivációból indulhattak útnak az emberek. Az fontos, hogy az egyházi hagyományba is illeszkedik szervesen egy zarándokút. Abszolút. Illetve, tehát ez kicsit olyan, mint a búcsújárás, meg a kegyhelyek működése. Tehát van, ami Európában arra épült, hogy zarándokútak végpontja legyen? A búcsú és az zarándoklat az összekapcsolódott. Tehát tulajdonképpen a zarándok úti céloknál búcsút lehetett kapni, búcsút lehetett nyerni, és a legjelentősebb kegyhelyeknél tudni lehetett, hogy melyek azok a legfontosabb napok, amik az adott kegyhely legfontosabb ünnepelje a búcsú legfontosabb napjai, tehát például, hogy Aachenben mikor volt érdemes, ezt azért mondom, mert Aachenben 7 évente sokkal nagyobb volt a zarándoklat, mint a közben eltelt 6 esztendőbe. Tehát ezeket azért az emberek tudták akkoriban, hogy hova, mikor érdemes menni, mikor lesz nagyobb az a bűnbocsánat, amit az adott helyen elnyerhetnek. Értem. Ha már Aachent említette, melyek voltak a legnépszerűbb? Ez ugye nagyon 22-21. Századi szó, hogy népszerű, de melyek voltak azok a célpontok, amelyek számíthattak az zarándokokra rendszeresen, mondom én? Ez egy 21. századi megközelítés, de ők is tudták, hogy melyek az ismertek, és melyek a fontosak. És itt is nagyon sok minden befolyásolta a döntésüket. Tehát például az is befolyásolhatta, hogy a városok polgárságának egy jelentős része német anyanyelvű volt. Ők inkább mentek Aachenbe, mint például a magyarok, akik ugye nem tudtak németül. Ugyanígy ugye a Nagy Magyarországba kell gondolkodni az ország déli területein. A mai Horvátország területéről már inkább Olaszországba mentek, Rómába elsősorban, hiszen őnekik az volt közelebb. És ami viszont mindig távoli volt a Compostella, tehát a korabeli ember számára, az egy olyan hatalmas távolság volt, hogy oda a magyarok közül már csak nagyon kevesen jutottak el. Értem. Az elbeszélő források említést tesznek arról, hogy egyáltalán mikor kezdődött el egy-egy zarándoklat, egy-egy kegyhely rendszeres megtekintése? Igen. És itt megint kétféleképpen nézhetjük az adott kegyhely történetébe, tehát hogy mondjuk mikor kezdett fellendülni a komposztellai zarándoklat, a római, az áheni, a szentföldi, stb., és akkor azon belül, hogy a magyarok mikortól jártak. Azt, hogy a magyarok mikortól jártak, nyugodtan kijelenthetjük, hogy már Szent István korában kezdetét vette a magyarok zarándok útra járása, és a középkor évszázadai során mindvégig mentek zarándok útra, és az a néhány forrás, ami létszámot is említ, az egyértelműen bizonyítja, hogy a magyarok elég szép létszámmal mentek ezekre a zarándok utakra. Tehát Szent Istvánnal már elindította azt a történetet, ami azóta is tart. Igen, egyébként Szent István már zarándokházakat alapított. Volt jelentős visszaesés a zarándoklatokban? A középkorra gondolok itt elsősorban. Hát például, hogyha az adott területen komolyabb háború dúlt, akkor az azért megnehezítette az odavaló eljutást. Én tudom, hogy egy ilyen előadás nagyon-nagyon sokat segít, hiszen Smolyi András nem véletlenül hívta életre ezt a 8 előadásból álló előadássorozatot, viszont mi a véleménye arról, így záró kérdésként kérdezném, hogy ez a Magyar Szent Család nyomában a 7 helyszínnel, ez mennyit segít abban, hogy egy kicsit visszatérjünk az eredendőhöz, ha úgy tetszik? Nem biztos, hogy az eredendőhöz, hanem magához a gondolathoz. Tehát, hogy meglegyen az érzékelhetősége annak, hogy ez egy a királyság megalapításától kezdve olyan ország, ahonnan jártak zarándokutakra,
és ennek ezzel tulajdonképpen a folyamatossága a mindennapokban is közérthetővé és érzékelhetővé igen, válik. És ráadásul azt kívánhatjuk így búcsúzó, hogy méltóság és felelősség kísérje ezeket az arándokutakat, mint ahogy nincs kétségem felőle, hogy egy ilyen előadás is nagyon-nagyon sokat segít ebben. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Szikora János koncepciós perbefogott papokról szóló tévéfilmje a 48-49-es szabadságharc leverését követően játszódó ítélet és kegyelem film nyerte a nagy díjat a rangos japán filmfesztiválon. A film Sobor Antal regényének filmadaptációja. A Tokyo International Monthly Film Festival legjobb játékfilmnek járó díját kapta meg Szikora János ítélet és kegyelem című történelmi tévéfilmje. A film Sobor Antal Perej Uram című regényéből és az ugyanezzel a címmel a Vörösmarty Színházban bemutatott színdarabból készült. Számomra egy nagy meglepetés volt, amikor kaptam egy SMS-t, hogy a tokiói havi nemzetközi fesztiválon az ítélet és kegyelem a legjobb játékfilm kategóriáját nyerte el. Őszintén szólva leginkább azon lepődtem meg, hogy a távoli Japánban egy nemzetközi zsűrit ennyire megfogott ez a történet. Távol van tőlük Magyarország, távol van tőlük Csák Berény, de mégis a történet és a történetnek az üzenete az úgy látszik nincs földrajzhoz kötve, erős, hat, megfogta az embereket, és ez a számunkra a legnagyobb elismerés. Így utólag természetesen nagyon-nagyon fontos Sobor Antal és Román Károly szerepe, de azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt ideje korán sikerült a színházi változatot is megcsinálni. Így van, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy szinte az utolsó pillanatban. Az utolsó pillanatban, hiszen ha nem kapom meg ideje korán ezt a színdarabot, akkor ez valószínűleg örökre a íróasztal mélyén hevert volna. De szerencsére nem így történt, és ha visszagondolok arra az első bemutatóra, amikor feldörgött a taps, és a közönség visszajelezte azt, hogy igen, igen, ez egy fantasztikus történet, és ez a történet a mi történetünk. És amikor több mint egy évvel később Csák Berényben, annak a templomtoronynak az alján, ahol levetítettük ezt a filmet, ahol egyébként maga a történet is elkezdődött a valóságos időben, több mint 150 évvel ezelőtt, akkor valóban úgy éreztük, hogy itt valami nagyon fontosat csináltunk, és az emberek ezt honorálták, észrevették, és ez nagyon jó érzés. Hogyan továbbot tudjuk, hiszen készülőben van a hadik film, hogy áll most? Az utolsó fázisában van a film készítése, jövő héten lesz egy első vetítése, egy nagyon zárt körű, tulajdonképpen ez már majdnem film, egy nyers film, körülbelül 2 óra hossza, és hát én persze elfogult vagyok a történettel, elfogult vagyok a színészekkel, de mégis úgy érzem, hogy ha kikerül a mozikba, ez ugyanolyan népszerű lesz, mint annak idején az ítélet és a kegyelem volt. A Nemzeti Filmintézet Színházak és Filmesek Együttműködését célzó pályázatának keretében létrejött alkotás az 1848-as szabadságharc leverésének egy kevésbé ismert epizódját örökíti meg. A filmben Gáspár Sándor és Imre Krisztián falusi lelkészeket alakítanak, akiket az osztrák katonák letartóztatnak, majd koncepciós perben elítélnek a forradalmárok segítésének vádjával. Egyre többen választják kikapcsolódástól Stúz Tíme a festőművész és csapata élményfestő foglalkozását. Az alkotás öröme mellett igazi közösségi műhelyben sajátíthatják el az érdeklődők a művészet alapjait. A kivételes millió vesz körül bennünket, már megszokhattuk, aki erre jár és erre tekint, az bizonyosan kedvet kap, hiszen Festeges Tímivel ez egy rendkívül fontos hívó szó. Azt tudjuk, hogy hogy kezdődött, de hogy sikerült eljutni addig, hogy egyre többen vesznek részt ezeken a festőtanfolyamokon, korosztálytól függetlenül? Leginkább én azt tapasztaltam, hogy szájról szájra terjed úgy a
ennek az élményfestésnek a híre, vagy hát úgy mindenki nagyon jól érzi magát, szépeket alkot, és ezt ugye a családtagjainak, barátainak is elmeséli, és akkor ők is kedvet kapnak, illetve mindenki hoz mindig magával valakit, hogy egy közös élmény legyen, közös alkotás, és akkor így egyre inkább azt vettük észre, hogy egyre többen jelentkeznek, egyre népszerűbb, több foglalkozást kell tartanunk, és ez olyan nagy boldogsággal tölt el minket is, mert azt látjuk, hogy mindenki feltöltődik, élményekkel tér haza. Ugyanakkor fontos a minőség is, és nyilván nagy kihívás egy alkotó művésznek mindazt megtanítania, ami a lélekből és a tehetségből fakad. Hát igen, át kell adni azért azt a tudást, tehát úgy célom az, hogy tényleg amit én is tanultam, vagy amit alkotok, ezt a tudást átadni a többieknek, hogy minél jobban te tanulni is lehet ebből, illetve hogy tényleg a végeredmény az egy művészibb alkotás legyen. Megerősítést jelent, hogy egyrészt nagyon sokan vannak, másrészt pedig azért a tehetség is megjelenik. Megerősítés, igen. Tehát, hogy tényleg visszatérnek az emberek, és ez egy jó érzés, hogy tényleg amit adunk, az jó célt szolgál, illetve mindenkinek tetszik, és szívesen részt vesznek benne. Tehát ez a folyamatos fejlődés záloga. Ugyanakkor a személyes sorsod, a művészi ambícióid hogy állnak? Hát folyamatosan mellette, tehát én is sokat fejlődök, mert sokat tanulok a jelenlévőktől is egyébként, meg ahogy minden alkalomkor egy képet megfestünk, tehát az mind hozzájárul ahhoz, hogy a saját munkámba is ezt beleépítem. Tehát, hogy ilyen festőtáborokba is járok, és ott már más festők is vannak, és akkor ez olyan folyamatosan én is fejlődöm. Tehát egyre inkább azt veszem észre, hogy a technika is javul, illetve a látásmód is más. A folyamatos fejlődésről beszéltünk, nyilvánvaló, hogy ehhez hozzájárul a találkozás szintje, és most már látom, hogy nem egyedül vagy. Igen, hát csapatban dolgozunk, tehát azért csapatban mindig jó dolgozni, megerősítjük egymást, nagyon jól kiegészítjük egymást, úgyhogy ez további workshopokat is magukkal fog vonni, tehát több kézműves foglalkozást is szeretnénk, úgyhogy most ez ilyen családi vállalkozás lett, tehát az anyukámmal, illetve a testvéremmel vagyunk így együtt, és akkor ők is bevonódnak minden munkafolyamatban. Tehát plusz kiegészülnek majd még gyerekfoglalkozásokkal, meg egyéb más ilyen lakásdekorációs célú foglalkozással is, illetve itt figurális képeket festünk, vagy tájképet, de lesznek absztrakt alkotások is. Gyermek és ifjúság, illetve felnőtt néptáncosok mutathatták meg tudásukat a Malom utcában. 10. alkalommal rendezték meg a Mezőföld virágai szólótáncversenyt. Ritmusos lépések, ugrások, mozdulatok a Galiba zenekar muzsikájára. Tehetséges néptáncosok, kisebbek és nagyobbak mutatták meg tudásukat a 10. Mezőföld virágai szóló táncversenyen. Mindannyian régóta készültek, hogy zsűri előtt szerepelhessenek. Szerintem nagyon jól megy. Már egy olyan egy éve gyakorlunk vele a tanárommal, Sipos Dániellel, és Tardöskedi Váskát hoztam. És én nagyon szeretem ezt a táncot. A szólótánc versenyt az Alba Régia Tánc Egyesület szervezésében az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület támogatásával rendezték meg. Idén mintegy 90 táncos érkezett a megmérettetésre. Ez lesz a 10. alkalom, és hát az elmúlt 2 év rettenetes pandémiás időszakában is meg tudtuk valósítani csak ősszel, de ez igazából egy tavaszi rendezvény, mert akkor virágoznak Mezőföldön is a virágok, nem csak a táncos palánták, és most visszatért az eredeti kerékvágásba tavaszra. 2012-ben Gula Miklós barátommal ötlete alapján
megyei szintű szólótáncversenyként indult, hogy azok a fiatalok is, illetve gyerek, ifjúság és felnőtt korosztályú táncosok is megmutatkozhassanak szólóban, akik úgy gondolták, hogy a tánccsoportjukon belül ők egy kicsit többre hivatottak, de mégsem az országos legmagasabb kategóriájú szarvasi szóló vagy a békéscsabai szóló táncot még annak nem mertek nekifutni. A begyakorolt koreográfiát, az ütemes zenére járt lépéseket két zsűritag figyelte. Asztalos Kis Zsuzsanna szerint annak, aki ezen a versenyen szerepel, nincsenek gondjai az előadással. Az értékelésnél a kisugárzás az egyik legfontosabb szempont. Mindig egy ilyen varázsgömböt várunk, amibe így bekerülünk, és az a produkció, ami ebbe így bevisz minket, az biztos, hogy nagyon-nagyon jó. Természetesen emellett már régen megkaptuk, hogy ki milyen tájegységtáncát hozza, abból azért az ember felkészül, átnézi, még egyszer feleleveníti azokat az anyagokat. Nyilván figyelembe veszük az adott korcsoportot, de valahol mégis ez a kisugárzás, ami a legfontosabb egy szólistánál. Valójában a szólista lét egy nagyon nehezen megfogható dolog, hogy mitől lesz valaki szólista, mitől jó kartáncos, mitől jó elsősoros táncos. Azt gondolom, a szólista gyerekeknek egy olyan kisugárzása van, ami nem fogható máshoz. A Mezőföld Virágai szólótánc versenynek a 10 év alatt híre ment az országban, sőt az ország határon kívül is. Idén Zalaegerszegtől elkezdve Szentesen át egészen a Felvidékig 55 produkciót láthatott a zsűri és a közönség gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Bemutatta a Vörösmarty Színház a Szent Ivánéi Álom című klasszikus Shakespeare darabot, a rendező Horváth Csaba volt. Bozótba rejtett nyoszoljája mellett, míg álmának révült órája tellett, egy csapat félnótás nyers mesteremmel. Shakespeare műve az angol reneszánsz színmű irodalom egyik legszebb darabja. A klasszikus mitológia, a néphit, a vallás, a polgári gondolkodás és a reneszánszkori filozófia naív elemeit forrasztja egységbe. A végjátékban mitológiai istenalakok, tündérek, egy királyi pár, ifjú szerelmesek keverednek össze egy bolondos éjszaka játékosan szövevényes bonyodalmaiban, amely végső soron a szerelem mindent legyőző szépségét, az ember örök élet szeretetét hirdeti. A színház misztériumának működési mechanizmusai, tehát az, hogy egy színház mit kell adjon az embereknek például, ez számomra egy nagyon nagy kérdés, amit ebből kihámozunk ebből a darabból, azok közül talán az egyik legfontosabb. A másik, ugye az élet és a halál, az álom és a valóság közötti lebegés, ami tulajdonképpen a káosz maga, és ugyanilyen káosz vesz bennünket körül, akár a hétköznapjaink is, tehát gyakorlatilag ahogy ma élünk, az egyik reggel úgy kelünk, hogy háború van, a másik reggel meg úgy kelünk, hogy koronavírus van, tehát hogy de mondhatnék még számtalan dolgot. Rengeteg a meglepetés körülöttünk, tehát egy olyan korban élünk, amely kor csupa meglepetés, tehát rengeteg meglepetést okoz. Na most ez a káosz, ami a Szent Ivánéi Álomnak gyakorlatilag a kétharmada, ez nagyon egybevág ezzel a világgal, és hát közben pedig az a megtisztulás, ami aztán egyszer csak bekövetkezik és eljön, amikor egy új élet megfogan, amikor a kozmosz, a természet rendje helyreáll, tehát hogy valójában a szereplőknek egy érzelmi pokoljárás a maga a történet, ahol aztán lehetőség nyílik a megtisztulásra. Ne tartsanak férfinek soha többet!
hajlasz még a nyílt beszédre. Belemertél-e nézni a szemébe? Vagy álmában csináltad? Hősített! Egy kígyó, vipera csinál ilyet. Vipera vagy. Kettős nyelvű, gonosz, akinek kéi, ha másnak kint okoz. A Szent Ivánéi álom tündérmesel szerelemről, a szerelem útjában álló akadályok legyőzéséről, a viszálykodó szerelmesek megbékéléséről, a szerelmet korlátozó tilalmak és a beteljesülésre fenekedő veszélyek elhárításáról. A nyári napforduló Szent Ivánéjele, az év legrövidebb éjszakája, a hiedelem szerint varázslatok, szerelmek ideje, amikor szinte bármi megtörténhet, a legtitkosabb kívánságok is teljesülhetnek. Puk a csíntevő szellem szerepében Molnár G. Nórát köszönhetjük. A szívől valami bokorba, ezt kihasználtam, oda mentem lopva, és szabad fejet húztam a nyakára. Egy perccel később, tízbe végszavára, hősünk belép. Erre a többiek, mint vadribák, ha vadász közeleg, vagy ahogyan rőtesvejű csókafalka, károgva fölrepül a puska hangra, szétoszlik, és esztelenül kering, úgy rohangáltak össze-vissza mind. Én hajtom őket, a rémül társakat, míg Pirámusz új fejjel ott maradt. Egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Horváth Csaba engem választott erre a szerepre, és talán az egyik legnagyobb kihívás eddig így az életem, a pályafutásom során. Én nagyon élvezem, és szeretem, hogy nem csak egyszínű, vagy nem csak egytónusú emberke vagyok a színpadon, hanem a sokrétűségemet is meg tudom ebben mutatni talán, és izgalmasnak tartom az egész világot, ami ki lett találva így köré, és hogy abban így bele tudok én is helyezkedni. Ez szatíra lesz! Gördös! És hegyes! Nem esküvője a kalandai! Ez a darab nem a párkapcsolatban megjelenő személyiségek drámája, hanem látomásos mozgóképmutatvány, amelyben jelenségként mutatkozik meg a személytelen társas ösztön. Kívülnézetben összeurópai tündérmese, belülnézetben csoportos mély lélektan, vallja az egyik legjelesebb magyar Shakespeare ismerő Géher István. Horváth Csaba rendezése pedig mindezt biztosítja, tehetjük hozzá. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!